Köszöntelek benneteket ezen a felvételen egy asztrológiai jellemzés. Kedves Csilla, köszöntelek téged is, minthogy ez a te horoszkópod, és én kezdeném is az indiai számítás szerint, az indiai asztrológia szerint. Abban a pillanatban, amikor te megszülettél, a halak jegye emelkedett fel a keleti határon, mint egy napkelés. Ez azt jelenti, hogy a te aszcendented a halak jegyében áll. Ebben a halak jegyében kettő hal úszik. A vízben. És a víz, mint elem, szimbolizálja az érzéseket. Az egyik irány mutatja a félelmeket, a másik irány pedig mutatja a bizalmat és az önbizalmat. Ez az aszcendent jelenti azt is, hogy te álmodozó vagy, nagyon érzékeny, és utal a finom lelkedre. Szemben áll deszcendent, és ezzel a kapuval nyílik ki egy új életterület, a társkapcsolat. Ezt a hetedik háznak nevezzük, és ebben a hetedik házban található nálad a szűz jegye és Plútó bolygó. Plútó mutatja a belső erődet, de nem csak azt, hanem a testi közelséget is. És azt, hogy talán titokzatos vagy, és szükséged van a biztonságra a társkapcsolat területén. Ez kell, hogy rendeződjön, erre utal a szűz jegye. A második házban, vagy második élet területben vannak az értékek. Nem csak a vagyoni dolgok, hanem mind az, ami számodra értékes. Ez lehet ez a párkapcsolat is. Itt ebben a második házban vagy életterületben van a kos energiája Jupiter bolygóval és Kétúval. A Jupiter bolygó visszatekintő, és az mutatja a múltakat. Gyakran ilyen kármikus dolgokat, ahol mindig van valami, amit tanulnunk kell. Itt az értékekről van szó, az anyagi biztonságra, de arra is, hogy legyél magabiztos, és védd meg az értékeidet. És legyél biztos a te saját értékeiddel. Kétú, az a lefelő mozgó holdcsomó, mutat kármisen témákat, és ez a múlttal áll összeköttetésben. Pontosan ezen a területen kell, hogy javíts valamit. Uránusz bolygó itt mozog ezen a területen, és hoz neked változásokat. Az anyagiak területén, de kihat a belsődre is. Amikor szerelmi dolgokról van szó, akkor meg kell, hogy nézzük Vénusz bolygót. Ez a nőies erő. Vénusz bolygó nálad a vízöntő jegyében áll. A vízöntő mutatja számodra, hogy te más vagy, mint mások. Tehát, hogy te egy egyéniség vagy. Te ez a Vénusz a vízöntő jegyében a 12. házban vagy életterületen van. Itt vannak a titkos dolgok és a karmikus témák. Ez jelenti, hogy te titokzatos vagy,
és a szerelem területén vannak kármikus dolgok, vagy belép valaki az életedben, az is lehet, hogy te ismered őt, és ti ismeritek egymást a múltból. De ez a 12-es ház mutat még valamit. Ki kell, hogy lépjél belőle. Mert ez gyakran azt jelenti, hogy az az érzésed, hogy nem vesznek észre téged. És ha kiléptél ebből, és te saját magadat így a középpontban teszed, és ez a kisugárzásod, mert hiszel önmagadban, akkor érezni fogod, hogy mások tekintenek rád, vagy bókolnak neked. Ez siker. A hold is szerepet játszik a szerelmi élet területén, mert mutatja az érzéseket. Nem csak azt, hanem az álmainkat is. A te holdad a rák jegyében van. A hold itt jól érzi magát, mert hold uralkodik a rák jegye felett. A holdad a rák jegyében az 5. életházban, ami a gyermekeket mutatja. Tehát neked itt vannak emlékeid is a gyermekkorodból. A hold esetében gyakran összeköttetésben áll az anyai témákkal. Itt található nálad ebben az 5. életházban a rák jegyében Szaturnusz bolygó. Szaturnusz bolygó tud szigorúan hatni ránk, gyakran megleckésztet bennünket, viszont szeretné, ha mi tanulnánk a mi életiskolánkban. Amit te itt tanulsz, hogy lezárd azokat az emlékeket, amik téged esetleg elszomorítanak, és mutatja a könnyűséget, azt a játékosságot, amit a gyerekek itt nekünk mutatnak ebben az 5. életházban. Kell ez a könnyűség. És pontosan ez, amire ez a bolygó téged meg szeretne tanítani. Más szóval élvezd az életet. A Mars bolygó mutatja az erődet, viszont a férfit, aki hozzád kapcsolódik, az élet partnerodat. A Mars bolygó a 10. életházban van, a nyilas jegyében. Ez az a cél, amit te el szeretnél érni. Nem csak a párkapcsolat területén, hanem a hivatásodat is mutatja. Az elképzelhető, hogy te ezt a férfit a munkahelyeden ismered meg. De a nyilas jegye mutat utazásokat is, külföldi kapcsolatokat is. Előfordulhat, hogy ez a férfi külföldről jön, külföldi kapcsolatai vannak, vagy szeret utazni. Ez az utazás lehet egy belső út is. Van 2 holdcsomó. A lefele mozgó holdcsomót, 2 út már említettem. Ez a múltunkat mutatja. Viszont van egy felfele mozgó holdcsomó is, ezt Ráhúnak nevezzük. Ez egy életút. A sorsunk útja egy kármikus út, amit mi nem ismerünk. De a te lelked ezt az útat választotta ki, és ez a mérleg jegyében áll. A mérleg szimbolizálja a párkapcsolatot. Tehát ezen az úton kell, hogy menj. Ez a mérleg jegye, és ez a kármikus csomó, a 8. életházban van.
Ez a nyolcadik életház mutatja a változásokat, a transformációt. Azt, amit le kell, hogy zárj az életedben, ezek lehetnek gondolatok, lehetnek érzelmek, mint például a félelem lezárása, ezek lehetnek kapcsolatok, vagy egy helyi változás, mint egy költözködés. És ezeken a változásokon élsz át, az út, az irány, az a párkapcsolat. Ahhoz, hogy te ezzel a férfival közelebb kerülj, és éld ezt a párkapcsolatot, mutasd ezt a nyitottságot, ezt a könnyűséget, és bízzál abban, hogy ő közeledik hozzád. Amit lezárhatsz, azok a félelmek, vagy ilyen gondolatok, ebből úgysem lesz semmi, azt le kell, hogy itt zárjad. A bolygók mozognak, és ezáltal a mozgás által kivált valamit a horoszkópból, és természetesen kihat az életünkre. Hol mozog a szerelem bolygója Vénusz? Jelen pillanatban az indiai asztrológia szerint a bika jegyében. Az nálad a hármas életházban található. Az pedig az élet iskolája, ahol kell, hogy te bebizonyíts valamit. Például, hogy ne hasonlítsd össze magadat másokkal, hanem bízzál a saját értékeidben. Az, hogy te különleges vagy, és szebb, jobb, mint a versenytársnők. És pontosan ezt tükrözi ez az életház. Nem csak a szerelem területén, hanem a munkahelyen is. Ahol most sok minden történik, az a bak jegye, az nálad a 11. életházban van, nem csak a barátságok, a kapcsolatok, hanem a remények is. Ne add fel a reményt. Itt mozog Mars bolygó is, ez a férfi, azon kívül Jupiter, aki neked szerencsét hoz, Szaturnusz bolygó, aki alakítja a sorsodat, és Plutó bolygó, aki mutatja, hogy higgyél ebben, mert ez a belső erőd, ne add fel. Így mutattam most egy bepillantást a horoszkópodba a szerelmi élet területére. Kedves Csilla, köszönöm, hogy megbíztál bennem, és kívánok neked minden jót, szeretettel, Dendera.